90. születésnapja alkalmából köszöntötte Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere, valamint Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője, Föcsök Jánosnét, akinek régi nagy kívánsága volt, hogy megnézhesse a városházát. A kívánság péntek délután teljesült is, nem is akárhogy, hiszen a városvezető maga vezette végig a polgármesteri hivatalon az ünnepeltet. Ugye 90. születésnapján köszöntjük Erzsi nénit, akinek az volt az egyik kívánsága, hogy ez ne az ő lakhelyén történjen meg, hanem hogy jöjjön be a városházára, és néhány dolgot így közösen hagyj nézzük meg. Úgyhogy Évával közösen arra gondoltuk, hogy akkor legyen ez egy ilyen kis speciális, még szebb ünnep. Úgyhogy Erzsi nénit köszöntöttük születésnapja alkalmával, és nyilván azt kívántuk neki, hogy aztán találkozhassunk majd a 95. vagy éppen a 100. születésnapján is. A különleges idegenvezetésen Föcsök Jánosné megtekintette a dísztermet, a Szent Korona hiteles másolatát, és még a polgármesteri székbe is beleülhetett, ahol rögtön megcsillogtatta remek humorát. Először a társaságot egy ülésre. Brájer Éva évek óta jó kapcsolatot ápol Erzsi nénivel, így amikor megtudta a kívánságát, nem volt kérdés, hogy teljesíti. Mi sem természetesebb annál, hogy nem csak kötelességünk, hanem lehetőségünk szívbélileg is, hogy odafigyeljünk az idős korú emberekre, és hát az, amikor valaki megél egy ilyen gyönyörű, szép kort, akkor azt gondolom, hogy nincs más dolgunk, mint sem szeretetet adni, szeretetet nyújtani, legyünk magánemberek, vagy legyünk közéleti szereplők, de az érzés ugyanarról a tőről fakad. Föcsök Jánosné a 9 évtized alatt rengeteg szakmában, munkakörben kipróbálta magát, de mint mondja, számára az a legnagyobb boldogság, hogy nagymama déd nagymama lehet. Hát annyi idős korban már sok minden történt az embernek, de nem mindig a rosszra gondoljon, mindig jobbat várjon és annak örüljön, amiben éppen most van. A köszöntőn Cserpalkovics András és Brájer Éva egy kisebb ajándék mellett miniszterelnöki üdvözlőlapot is átadott a születésnaposnak. A nagy tapasztalattal rendelkező, boldogságot sugárzó Erzsi néni a születésnapján egy üzenettel is szeretett volna kedveskedni a fiatalabb generáció számára. A szeretet nem újjon ki belőlük, mert akiben nincs szeretet, az már vége van.